talán válaszol az előző gasztró kérdésre is, ugye az új típusú államszervezet a turizmus a szkópját is kitágította. Mi azt gondoljuk, hogy a turizmus alatt értünk mindent, ami szálláshely, honosi szálláshelytől a köcsöleti szállodáig, minden, ami vendéglátás, a hotdogos, egészen csületos étteremig, kultúrás programokat, egyéb programokat, a gyógyvíztől a sportig, ezeknek az infrastruktúráját, építés, termesztő vagy éppen táj. Pont azon vagyunk, hogy ami turizmus alatt értünk mi vagyunk ebben az országban, annak mindegyikére valamilyen módon hatással a turisztikai ügynökség és turisztikai fejlesztés, pont az előbb említett desztináció alapot, ha megnézi a balatoni kiemelt turisztikai térségben, több mint 100 szereplés szerepel. A turisztikai desztinációk pont arról szólnak, hogy a környék valamennyi olyan települése nagyon felsorásra kerül, és valamennyi érintve lesz a fejlesztési programban, meg a desztináción belül található. Én azt gondolom, hogy ha magyar turizmus fejlődik, akkor szükségszerűen fejlődni fog a honosi turizmus is. Annyit kell látni, hogy a külföldi turisták 64% érkezik Budapestre, míg a belföldi turisták, a magyar turisták 3/4 vidékre megy. Én azt gondolom, hogy az elsődleges célcsoportja a honosi turizmusnak azért alapvetően a belföldi turisták lehetnek.